Így van, itt van velünk Vince Lilla és Nagy Feró. Azt is mondhatnám, hogy a jó zsarú és a rossz zsarú, mert ma ez volt a felállás. Hát Feró azt mondta, hogy nem fogod keményen ekézni itt a fellépőket, nem tartottad be az ígéretet. Nem ekéztem őket. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos ebben a dalban is, hogy őszintén beszéljünk. Tehát nem ellenük vagyok, hanem értük haragszom, ezt szoktam mondani. Egy ilyen buta mondás, de attól függetlenül ez tényleg így van. Ja, te viszont azért próbáltál óvatosabban fogalmazni, ez mennyire szólt a mondjuk annak a fajta megengedő, szeretetteljes hozzáállásnak, és mennyire annak, hogy tényleg ezeket gondoltad, és tényleg azt mondtad, hogy ezek azok a dalok, amiket érdemes továbbjuttatni, amikor úgy pontosan. Én pontosan őszintén gondolom, hiszen amikor beszéltünk egymás után, vagy egymás előtt, akkor figyelembe vettem, amit a másik is, a kollega is mesélt. Tehát én azt gondolom, olyan érzelmi hatások értek engem is, hogy én őszintén, szerintem ez látszott, hogy az embernek az igazságosságát, azt a hatást, amit zeneileg is éreztünk, és olyan áradat jött felénk, amiben azt gondolom, hogy ez csak itt szabad hallgatni. És azért voltak észrevételek természetesen, ami azt gondolom, hogy segíti a drága előadókat. És ne felejtsük el, itt nagyon sok művészről beszélünk, olyan kollégáról is, aki egyszerűen nem csak technikáról beszélünk, sokszor egy dal nem azon múlik, hogy ki a legjobb énekes, hanem a dal összetettségéről, hiszen különböző műfajok szerepeltek. De azért az fontos, nem? Vagy ti erről hogyan vélekedtek, hogy az az alap és kiinduló pont, hogy valaki tisztán énekel, mert ez egy dalverseny, és valahol ilyen módon az énekesek versenye is, vagy el lehet nézni azt, hogyha néha-néha megbicsaklik a hang, hogyha átütő, hogyha van mögötte üzenet, ha hisz benne az előadó. Így van, jól mondod, így van. Mert belefér a hiba akkor. Mindig beleférik, beszéltünk is arról, hogy vannak olyan műfajok és olyan alapok, amikre nagyon nehéz, vagy másképp, ahogy meséltük a rock'n'rollnál, nagyon nehéz úgymond énekelni alapokra, tehát a különböző műfajok is másképp fogadják ezt, tehát ezt az ember figyelembe veszi. De én azt gondolom, egybe kell nézni egy produkciót, ne felejtsük el, ha valaminek olyan a hatása, hogy közben egybe grandiózus, ami átjön, akár a Timieknél, vagy ne is emeljünk ki, mert több dalnál átjött, akkor azt gondolom, ilyen hibákat, vagy lehet, hogy nekem sem mindenütt volt a problémáim esetleg a szöveggel, vagy szövegsorokkal, de én egyben néztem, egyben próbáltam az egészet mérlegelni. Miközben hallgattam és néztem itt a dal 2019 első adását, azon gondoltam, hogy milyen dalt keresünk, vagy kerestek ti személy szerint tulajdonképpen. Miben gondolkodunk Eurovízióban, mert akkor is máshogy vélekedik az ember, hogy ez mire lenne ott kín jó a nemzetközi közönségnek, mi Magyarország dala, vagy milyen az, amikor felfedezünk egy olyan előadót, aki mondjuk nem feltétlen nyeri meg ezt a versenyt, de olyan széles közönségnek meg tudja mutatni magát, amit eddig mondjuk nem tudott megtenni. Hát én úgy gondolom, az hiba lenne, hogyha mi Eurovíziós dalt keresnénk. Nem. Jó dalokat keresünk, ami élvezhető, ami szerethető, ami a lelkünkbe belegázol, azt hiszem ez a jó kifejezés erre, ha nem, akkor, tehát az Eurovíziós az... Hát odafut ki az egész. Én különben, most még nem mondhatom el, de én a két dalt találtam, ami Euró... Nem mondhatom el, hát nem mondom el. Két dalt találtam olyat, ami azt mondom, hogy ez mehet az Eurovízióra is, tehát ez olyan. Mert egy egyszerűen rockslager vagy valami, és hát az jó, de hát azzal nem kell kimenni. Sokszor megemlítettétek, hogy más, amikor meghallgattok egy számot, és beválasztottátok mondjuk hogy a 30 legjobb dal közé, és más, amikor itt az élő showban valaki kiáll a színpadra és előadja. Mik voltak azok a számok, kik voltak azok az előadók, akik ilyen szempontból meglepetést okoztak pozitív vagy negatív irányba? Hát én abban beszélek először. Az Olá Gergő fantasztikus előadó. Jó, nem most találkoztam vele először. Az a dal az szövegileg, lelkivilágilag nem olyan jó. Hiába ugye mindig, hogy a megfagyó gyermek dala. Nem, de a Gergő abban életet lehelt. Olyan énekes, aki ne elhittem, hogy ez egy nagyon jó dal. A történet nagyon szép. Tehát én azt úgy fogtam, mint egy mese lenne a szobában, a gyermekkori mese, hogy gyönyörűen megfogalmazza a gyermeki énünk magánya is, azért ez egy nagyon fontos gondolat, amit egyébként ilyen szinten azt mondjuk, képviselhet minket bárhol a világban. Szóval neked is Lila Gergő volt. Nekem is. Nagyon nagy hatása volt. Ugyanúgy voltak ezek a kommunikációk a szövegen, tehát egy több dalnál sokszor az bizonyította az én pontom, lehet, hogy néha még magasabb lett volna, hogyha elemezzük a szövegeket, hogy azért adtam egy picit néha kevesebbet. Csak ezt nem hangsúlyoztam. Innen fogjuk folytatni. De hát bocsánat, nagyon sokat lehet erről nagyon elröpött, és jönnek egyébként, van Gergő is érkezik volt hozzánk. Azt még engedjétek köszönöm meg, hogy csináljunk egy fényképet. Polaroid lázban égünk, ez azonnal készen lesz. A módot átkapcsoljuk selfie módba, és hogyha lehet, akkor várjatok, átmegyek én ide. De lány legyen a szendvics. Hát egyértelmű, na de mindegy, most már így alakult. Nézzünk bele. És
ki kell jönnie. Jó, ebből még semmit nem fogunk tudni, mert fehér. Nem mondod, valaki nem rakta be, jó, jó, ezt majd pótolni fogjuk ezt a képet. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ezt most bebuktam, mindegy.